Több száz menekült várakozott 2015. szeptemberében a budapesti keleti pályaudvarnál. Nagy részük azóta már elhagyta az országot. A magyar hatóságoktól 2017-ben mindössze 106-an, tavaly pedig 68-an kaptak menekült státuszt. Ezt követően a tranzitzónákból átkerülnek egy befogadó központba, ahol 30 napjuk van arra, hogy döntsenek a jövőjükről, hol szeretnének lakni és dolgozni. Sokan a mindennapi szükségleteik mellett nem tudják megfizetni az egyre magasabb bérleti díjakat, így albérlet helyett hajléktalan szállókon kénytelenek élni. Az Oltalom Karitatív Egyesület szállóján általában 5-10 menekült alszik, napközben dolgoznak. A megkeresett pénz egy részét pedig hazaküldik. Budapesten ez az egyetlen olyan szálló, ahol külön épületszárnyban, külön szobában helyezzük el a külföldieket. És van lehetőségük főzni, mosni magukra, illetve ételt melegíteni, de egyébként kapnak is meleg ételt napjában kétszer is. A menekülteket segítő civil szervezetek a hajléktalan szállókban nem segíthetnek. Többször próbálkoztunk már ezzel, és azt mondták, hogy nem akarnak konfliktusokat, tehát nem tehetjük meg azt, hogy külön kiemelünk bizonyos embereket, az ott tartózkodók közül is nekik segítünk, meg mondjuk a magyar hajléktalanoknak nem. Hogyha ide eljutnak hozzánk, és kérnek valamiféle segítséget, akkor természetesen igen, ilyen szempontból nem teszünk különbséget, hogy ők most hajléktalan szállón laknak-e, vagy pedig egy bérlet lakásban. A menekültek többsége egy-két hónapot tölt a hajléktalan szállókon, de van olyan is, aki évek óta ott lakik.